ha csatlakoznának. Sziasztok fiúk, lányok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán. Én Tamás vagyok, a mai videónk témája pedig egy hír lesz, ugyanis Gina Carano-tól megvált a Lucasfilm. Hát igen. A színésznőről azt kell tudni, hogy eddig sem ő volt a legélesebb kés a fiókban. Szélsőjobboldali nézeteket vallott, és volt pár olyan megnyilvánulása a közösségi médiában, ami kiverte a biztosítékot már párszor. Mondhatjuk azt szerintem azt, amit az IGN Hungary is említett, hogy lehetséges, hogy a Lucasfilmnál már régóta keresték az okokat, hogy miért lehetne tőle megválni. Szerdán megadta az okot rá, úgymond föltette a pontot az íre ez a posztja. De nézzük is meg, hogy mit írt ki, mert hogy egyébként ezt már azóta levette. Azt mondja, az IGN Hungary fordítását használom nektek most, vagyis hát fogom most elmondani nektek. Azt mondta, vagyis hát azt írta a Carano, hogy a zsidókat az utcán verték, nem a náci katonák, hanem a saját szomszédaik, még a gyerekek is. Mivel a történelmet hamisítják, ezért az emberek nem fogják föl, hogy ahhoz, hogy a náci katonák minden további nélkül összegyűjthessenek több ezer zsidót, az kellett, hogy a szomszédjaik is gyűlöljék őket, szimplán csak azért, mert zsidók. Na ez a szakasz, ez valid, tehát hogy ez valóban volt a náci propaganda a kormány által, akkor valóban belesújkolta az emberekbe, hogy a zsidók azokat nem kell emberszámba venni. Tehát hogy ez tény, hogy ez történt sajnos. És akkor itt a mondat, ez miben különbözik attól, hogy valakit a politikai nézete miatt gyűlölnek? Tehát ugye most a Facebook, a Twitter, az összes social media platform, a szélső jobbosok szokták mondani, hogy liberális diktatúrát használnak, mert hogy a véleményszabadságot korlátozzák, mert hogy levetetik az olyan fajta posztokat, ami másoknak az etnikumára, a nemi vallási hovatartozására, szóval ilyen dolgokra vonatkozik, és szélsőséges. És hogy ezt a szélső jobbosok mondják, hogy hát ez pont, hogy a mi véleményünknek a korlátozása. És hát igazából ezt nem lehet máshogy mondani, ez az utolsó mondat, ez arra vonatkozik, hogy gyakorlatilag az, hogy őt korlátozza a Facebook, meg a social media, és úgy állítja be a nagy közönség előtt, hogy ő a gonosz, az megegyezik azzal, hogy amit a nácik tettek a zsidókkal. Na mindegy, úgyhogy szerintem teljesen jogos volt a Lucasfilm döntése, hogy megváltak tőle, és annyira nem is sajnálom, függetlenül attól, hogy én egyébként kedveltem, meg kedvelem a karaktert magát, akit alakított, ugye Cara Dune-t. Szóval nézzük meg még egyébként a Lucasfilm reakcióját erre. Gina Carano jelenleg nem áll a Lucasfilm alkalmazásában, és nem is tervezzük, hogy a jövőben újra alkalmazni is fogjuk. Ez világos, meg érthető is, tehát egyértelmű. Nem köntörfalaznak, nincsen ha, meg valami, kész. Kirúgtuk, és vége. Ennyi volt. Nálunk legalábbis a karrierjének. Meg szerintem egyébként úgy mindenhol a karrierjének ezzel lőttek. Tehát, hogy azért vannak dolgok, értem én, hogy neki fáj valami, nem tetszik valami, és hogy keresett egy példát, hogy másokkal szemben is igazságtalanság történt egyszer, de az, hogy a holokausztot hozza fel, ez így nem oké se egyáltalán, srácok. Meg amúgy itt a kérdés, hogy ez miben különbözik attól, hogy valakit a politikai nézete miatt gyűlölnek? Hát abban különbözik, hogy téged, kedves Gina Carano, sosem fognak kirángatni az otthonodból, az egész családoddal együtt, és nem hurcolnak haláltáborba, vagy nem mészárolnak le. Abban különbözik. Jó? Ennyi. Nekem ez a véleményem erről. És pont.
mi lesz Cara Dune sorsa? Mert hát ugye egyébként volt egy új sorozat bejelentés is, ugye a Rangers of the New Republic, és hát ugye mivel, vagy ezt csak én keverem? Mert ugye Cara Dune-ból Marshall lett. Na mindegy, én alapvetően én arra asszociáltam egyébként, hogy ez a marsalság, ilyen serifség, ez olyasmi, mint a Ranger. És én arra gondoltam, hogy majd ő lesz annak a főszereplője. Na mindegy, nem, menjünk inkább tovább. Szóval szerintem Cara Dune karakterét ugye egyértelműen lehet most csinálhatja azt a Lucasfilm, hogy kiírják, és akkor meghal mondjuk, vagy ilyesmi, és nem kell vele többet foglalkozni. Vagy csak egyszerűen nem foglalkoznak vele alapból, tehát hogy nem vesznek róla tudomást, vagy pedig újra castingolják. Én engem ebben az esetben, ismerve, hogy mi a háttere a dolognak, egyáltalán nem zavarna egy újra castingolás, szóval szerintem hajrá. Úgyhogy írjátok le a kommentben alul, hogy ti mit gondoltok erről, szerintetek helyes döntés volt-e, nem volt helyes döntés az, hogy tőle megváltak, szerintetek hogy fogják megoldani ezt a problémát, nem vesznek tudomást róla, kiírják, vagy újra castingolják. Jó, érdekel a véleményetek. Sziasztok! Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot! Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erről legyen veletek. Sziasztok!